Az Alamegyei Lovas Szövetség mély fájdalommal tudatta, hogy 2023. március 2-án elhunyt Lebics István és testvére Radányiné Lebics Mária a zalai fogadhajtás két kiemelkedő alakja. Lebics István 62 évet élt. C-kategóriás kettes fogadhajtó országos egyéni és csapatbajnok, fedeles egyéni bajnok, többszörös megyei bajnok, számtalan rangos versenygyőztese. A megyei fogadhajtó élet kiemelkedő alakja, számos jelenleg aktív hajtó elindítója és mentora. Lebics István a megyei lovasport egyik legsikeresebb versenyzője volt. Az elmúlt években mind egyéniben, mind csapatversenyben C-kategóriás kettes fogadhajtó országos bajnok lett, illetve elnyerte az egyéni fedeles bajnoki címet is. Mindemellett többszörös zalamegyei bajnoki címmel is rendelkezett, számtalan rangos verseny nyert országszerte. Nevéhez köthető a zalalövőn kialakított Sötét Majori versenypálya megalapítása. A versenyzést súlyos betegsége ellenére sem adta fel, még 2022-ben is több alkalommal ért el dobogós helyezést. Lebics Istvánnal egy napon hunyt el testvére Radányiné Lebics Mária, akit a Zalalövő és környéke Lovas Egyesület elnökeként, fáradhatatlan szervezőként ismert a megyei fogadhajtó társadalom. Nevéhez fűződik a zalalövői C-kategóriás kettes fogadhajtó országos bajnoki döntő megszervezése, emellett számtalan megyei versenyen való közreműködés is. Hiányuk a magyar, ezen belül a zalai lovasport nagy vesztesége.